Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7:30-kor. Keményen kritizálja Magyarországot az emberi jogok folyamatos megsértése miatt a Human Rights Watch legújabb jelentése. A jogvédő szervezet szerint a magyar kormány egy sor aggályos törvényt és irányelvet hozott, az ezek megváltoztatására irányuló nemzetközi felhívásokat pedig nagyrészt figyelmen kívül hagyták. A szervezet felszólította az Európai Uniót, hogy cselekedjen végre. Szerintük Brüsszel eddig semmit sem tett a kifogásolt jogszabályok és intézkedések ügyében. Az egyik legnehezebb partnernek nevezte Oroszországot Orbán Viktor. A kormányfő szerint azonban, ha nem működnénk együtt velük, akkor rosszabbul járnánk. A miniszterelnök egy nem hivatalos háttérbeszélgetésen Amerikával és Németországgal való kapcsolatukról is elmondta a véleményét. Orbán Viktor zárt körű eseményen újságíróknak beszélt arról, mit gondol az aktuális külpolitikai kérdésekről. A kormányfő a Putyin látogatás háttereként azt mondta, hogy a két országnak nem ütköznek az érdekei, gazdasági értelemben viszont egymásra vannak utalva. Oroszországot az egyik legnehezebb partnernek nevezte Orbán Viktor, ugyanakkor azt is mondta, jó kapcsolatot kell velük kialakítani, mert rosszabbul járunk, ha nem működünk velük együtt. Vitás kérdés volt a miniszterelnök szerint a Mali ügye. Putyin ugyanis kérte, hogy Magyarország fizesse ki fennálló tartozását. Ajánlatot is kapott viszont az ország. Putyin megígérte, hogy a 2018-as oroszországi labdarúgó világbajnokság egyik stadionjának kivitelezését Magyarország kapja. Orbán Viktor Amerikáról is beszélt. Szerinte az Egyesült Államok nagyon megváltozott, már nem folytat párbeszédet szövetségeseivel, csak az igenis uramválaszt fogadja el. A Németországgal való kapcsolatról pedig azt mondta a kormányfő, hogy a döntéshozók szintjén minden rendben van, de az őket körülvevő újságírókból, szakértőkből, civil szervezetekből álló gyűrűn ő nem tud áttörni. A nemzetközi sajtó is beszámolt Vlagyimir Putyin budapesti útjáról. A Süddeutsche Zeitung szerint Orbán Viktor a Kreml főnökéhez simul. A cikk kiemeli, hogy Orbán Viktor az unión belül ingatagnak számít a Moszkvával kapcsolatos politikát illetően. Nem csak azért, mert sikeresnek tartja az illiberális demokrácia orosz válfaját, hanem azért is, mert gazdaságilag körbe udvarolja Kremlt. A Wall Street Journal szerint Európa bajba került, mert nem tudja, hogyan helyezkedjen szembe Moszkvával az ukrán konfliktus miatt, miközben rá van szorulva az orosz energiára. A Der Spiegel pedig arról ír, hogy a magyar miniszterelnök becsapja az Európai Uniót. A szerző megjegyzi, hogy Orbán Viktor pár éve még Putyin pincsijeinek nevezte azokat az európai vezetőket, akik nem álltak ki az orosz elnökkel szemben. Megbüntetné a Fidesz frakció azokat a cégeket, amelyek az olajár csökkenésével együtt nem mérsékelték áraikat. A Fidesz frakciója arra kéri a kormányt, hogy egy rendszer figyelje az árak alakulását, az árdrágítókat pedig büntesse, például az állami támogatások megvonásával. A képviselőcsoport közleménye szerint nekik továbbra is az a fontos, hogy egy-egy termékért csak annyit kelljen fizetni, amennyit feltétlenül szükséges. Március-április folyamán fogadhatja el a vidékfejlesztési operatív programokat az Európai Bizottság. Erről Csepregi Nándor beszélt a Startban. A miniszterelnökség helyettes államtitkára elmondta, több kérdésben is technikai jellegű vita van Brüsszel és Budapest között a források felhasználásáról. A magyar kormány szerint például a mezőgazdaság fejlesztésével lehetne munkahelyeket teremteni vidéken, ehhez pedig a kis családi vállalkozásokat kellene támogatni. Az Unió azonban ezt másként látja. Az Európai Bizottság pedig sokkalja azt a beavatkozási listát, ahol a kormány elképzelte felhasználni a vidékfejlesztési forrásokat. Azt mondta, hogy jobban kellene koncentrálni. Ez konkrétan arról szól, hogy a nagy birtokok támogatására adunk pénzeket, vagy azt mondjuk, hogy bizonyos birtokméret felett nem adunk pénzeket, vagy kevesebb pénzt adunk arányaiban, és a kis gazdaságokra próbálunk koncentrálni. Ez egy elég éles vita köztünk és a bizottság között. A kormány azt szeretné, hogy a kis családi gazdaságok kapnák ezeknek a pénzeknek a nagy részét. Elindítja a Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Hitelprogram Plusz elnevezésű programot a kis és közepes vállalkozások hitelezésének erősítésére, jelentette be az MNB elnöke. Matolcsy György azt mondta, nem a nagyvállalatokra terjesztik ki a programot, hanem azokra a kis és közepes vállalkozásokra, amelyek eddig túl kockázatos ügyfelek voltak a bankok számára. A jegybank az új programban 5 évre átvállalja a hitelkockázat 50%-át a bankoktól. Harcban áll egymással Varga Mihály és Matolcsy György, írja a Figyelő.
A heti lap információi szerint a miniszter és a jegybankelnök viszonya soha nem volt békés. Azonban személyiségükből fakadóan a nézeteltéréseiket nem viszik a nyilvánosság elé. A figyelő úgy tudja, szakmai álláspontjuk oly mértékben különbözik, hogy egymás közti kommunikációjuk minimálisra, vagyis a feltétlenül szükségesre szorítkozik. A feszültséget tovább gerjeszti, hogy információk szerint Matolcsy újabb és újabb hídfőállásokat próbál meg elfoglalni Vargától, és változatlanul magát tekinti a gazdaságpolitika mozgatójának. Újabb közbeszerzésről maradt le a közgép. Ezúttal a Kolász Altera vitte el Simicska Lajos cége elől egy 2,5 milliárd forintos közbeszerzést, amelyet a BKK írt közlekedés szervezése és közlekedés fejlesztésre. A napokban olcsóbb ajánlattal a közgép ellenlábasa a Duna Aszfalt Kft. Nyert el egy Debrecenben 2 milliárd feletti útépítési és tervezési beruházást. Ezt megelőzően Simicska cége elbukta azt a 3 milliárd forintot meghaladó értékű tendert is, amelyet a Nyíregyházát elkerülő nyugati útra írtak ki. A közgép lemaradt arról a 4 milliárdos közbeszerzésről is, amelyet a korábban Szijjártó Péter külügyminiszter édesapjának tulajdonában lévő Vasútépítők Kft. Nyert el a Ráckevei hév felújítására. Kevesebb standot építhet a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahír az idei utazás kiállításon, miután az állami kézben lévő Magyar Turizmus ZRT sok éves együttműködés után úgy döntött, idén nem jelenik meg régiós standokkal, írja a Világgazdaság. A lap emlékeztet rá, hogy a Mahír az elmúlt években gyakori nyertese volt a marketing cég közbeszerzéseinek, például 750 millió forintos megbízást nyert kiállítás szervezésre egy korábbi pályázaton. Egy a Citadella alatt található telek beépítése ellen tiltakozik egy civil szervezet. Nem akarják, hogy a Gellért hegyen tovább csökkenjen a zöld terület. Az építkezés már megkezdődött. A civilek a főpolgármestert kérték, állítsa le a munkálatokat, de ez nem történt meg. A társas házat egyébként Mészáros Lőrinc cége építi. Ez az a telek, ahol egy társasház épül. A fákat már kivágták, és a hegy oldalából is jókora darabot vájtak ki. Ezt akarták megakadályozni a természetvédők. Szerették volna, ha megmarad ez a zöld terület, csak hogy úgy látszik, senki nem veszi figyelembe a helyiek akaratát. 1999-ben zöld területnek megjelölték. A zöld terület az országos építési szabály szerint nem beépíthető. A terület korábban a főváros tulajdonában állt. 2007-ben az akkori városvezetés azt ígérte, hogy nem építik be ezt a részt, csak hogy 2013-ban a telket eladták. A vs.hu azt írja, hogy a házat Mészáros Lőrinc cége építi, és még ebben az évben be akarják fejezni. A civilek Talós Istvánt kérték, akadályozza meg az építkezést, és az önkormányzat vásárolja vissza a telket. A válaszban azonban csak azt írták le, hogy mennyiért értékesítették a területet. Azt panaszoljuk, sajnos, hogy ez minden megkérdezés vagy közvélemény megkérdezése tudta nélkül ezt megteszik. Ez a főváros büdzséjében nem tétel ez a 300 millió forint. A VS szerint a telek tulajdonosa egy olyan svájci érdekeltségű cég, amelynek útépítés a fő tevékenysége. Az árverésen úgy jutott hozzá a telekhez, hogy a másik érdeklődő cég visszalépett az utolsó pillanatban. A visszalépett Kft. Egyébként az árverés előtt 12 nappal alakult, és még 2013-ban meg is szűnt. Most pedig nézzük, mire számíthatunk a fővárosi utakon, jönnek a közlekedési hírek. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét, munkatársaim a város egész területéről átlagos forgalmat jelentettek. Demonstráció miatt csütörtökön 16 órától várhatóan 18 óráig szakaszos lezárásra kell számítani a 56-osok tere, Dózsa-György út, Hősök tere, Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca, Honvéd utca, Peszti alsórakpart, Széchenyi István tér, Láncíd, Alagút, Attila utca, Szélkálmán tér, Margit körút, Margit híd, Szent István körút, Váci út, Dózsa-György út, felvonulási tér útvonalon. A 22. kerületben a Tétényi úton, a Gyümölcs utca és a Szabadság utca közötti szakaszon csatornázási munkálatokat kezdenek, ezért mindkét irányba útszűkületet kell számítani. A 16. kerületben a Csömöri úton, az Eperjesi utca és a Pálya utca között csatornaépítési munkákat kezdenek, ezért a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítás mellett. Az Eperjesi utcát lezárják a Csömöri útnál. A Budaörsi úton, a Sasadi útnál, az Örmezei csomópont építésénél burkolati jeleket újítanak fel.
csütörtökön először befelé, majd kifelé vezető irányba. Pénteken a kifelé vezető irányban lehet sávkorlátozásokra számítani. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Viszontlátásra! És eddig a híradó hírei, most folytatódik a Start, a szó újra Antóniáé, akit arról kérdezem, hogy mi lesz a folytatásban. Szervusz, jó reggelt ismét! Szervusz Géza, Pardavi Márta, a Helsinki Bizottság társelnöke lesz a következő vendégünk, és arról fogunk beszélni, hogy a tömeges migrációnak köszönhetően a 8. kerületben a polgármester Kocsis Máté szerint mérhetően nőtt a bűnözés. Szerinte ezek a jelenségek összefüggenek, és fogdákat kéne kialakítani. Aztán itt lesz a pedagógusok szakszervezetének a vezetője Galló Istvánné. Ők végeztek egy felmérést tanárok körében, és az derült ki, hogy a többség úgy érzi, hogy nem él jobban, amióta megvan az új életpályamodell, viszont sokkal többet dolgozik. És aztán Mécs Imre is itt lesz, egykori 56-os halálra ítélt, aki felháborodott azon az emlékműven, ahol most Putyin elnök is koszorúzott, és ahol az a felirat szerepel, mely szerint 56 ellenforradalom volt, az azt leverő szovjet katonák pedig hősök. Aztán ma is lesz Start Plus, ahol vendégünk lesz Molnár Péter, és aztán egy másik beszélgetésben Elritók Nóra, mind a ketten szegregáció, szegénység témában maradjanak velünk. Köszönjük szépen, ez lesz tehát a következő egy órában. Érdemes lesz nézni a Startot, és érdemes lesz nézni a fórumot is 8.40-től, sőt még telefonálni is. Tartsanak velünk a folytatásban, és én pedig megköszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!